szabó gyerekek. Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok, a Hír Televízió hírójelentéke 15 órakor. Először nézzük fontosabb témáinkat röviden összefoglalva. Félelem, merényletet akartak elkövetni Brüsszelben. Gyere játszani, gyere. Brüsszelben a legjobb szintre emelték a terrorizmusbetegséget. A belga miniszterelnök azt mondta, fontos információi vannak arról, hogy terroristák erre a hétvégére a párizsihoz hasonló merénylet sorozatot készítettek elő, és a kormányos központján helyzetre akartak rácsapni. A brüsszeli metróvonalakat lezárták a hétvégére, de nem mondhatják a nagyobb rendet. A munkában a párizsi merénylet sorozat feltételezett gyanúsítottja, a hatóságok szerint visszatért fel. Múltjára 8 éve volt a legmagasabb tényszint a terrorizmusbetegség Brüsszelben. A belga hatóságok mindenkit arra kértek, hogy ne menjenek a foglalatos helyekre, kerüljék a első és másodosztályú labdarúgó mérkőzéseket tartják el. A repülőgép nem fogad, és nem tudják el. A szállodák előtt fegyveres katonák állnak, a belvárosban páncélozott járművezetők állnak. A fogtak el egy belga már magyar határon egy nagy lapnál több kilométeres kocsisor alakult ki éjszaka. Az ellenőrzés célja, hogy megelőzzék az illegális határátlépést. Bár növelték a szolgálat a teljesítő ellenőrzések számát, a hatóság arra kéri azokat, hogy kevésbé forgalmas útvonalakat választják a határátlépésre. Türelmetlen autósok több kilométeres itt vestek szombat korahajnalban a nagylaki átkelő. Több órát kell várni, nem tartom helyesen, de ez Románia, nincs mit tenni. A párizsi merényletek miatt a román-magyar határon átmenetileg szigorították az ellenőrzést, hogy hatékonyan